lélek is, ugye még inkább azokat is nem tudunk hova visszamenni, később sem, hát az egész életük ennek a megrázkodtatásnak a nyomán átalakult, és azután volt, aki lehetőséget kapott arra, hogy a világi papi szolgálatba visszakerüljön, de ezek kevesen voltak is kivételesek, többségük pedig hát kellett, hogy elhelyezkedjenek valamiképpen, megkeresik a kenyerüket a civil munkával. És közben ugye esetleg otthon is isztek, de nem volt szabad a hívek előtt igazán egyházi szolgálatot folytatni. Nagyon kemény és nagyon kegyetlen mozdulatok voltak ezek. És ugye megrázó dolog, hogy akkor, amikor ezek után mégis az állam diktátuma szerint hát ezt a bizonyos megegyezést megkötötték a püspöki karral az államhatalom, akkor a püspöki kar készített egy körlevelet, amelyel be akart számolni erről. Ennek a körlevélnek néhány mondatát olvasom el. Ez 1950. augusztus 29-én íródott. Legfájdalmasabban érintett bennünket a szerzetes rendek működési engedélyének megvonása, és egyes tanítórendeket kivéve a feloszlatásunk. Emiatt megfontolás tárgyává tettük maguknak a tárgyalásoknak a megszakítását is, és a tervezett megállapodás visszautasítását. Ezzel azonban a szerzeteseken nem segítettük volna, és előre láthatólag súlyosabbá tettük volna a helyzetüket. Meg kellett tehát elégednünk a tiltakozással, amelyet most ünnepélyesen is megismétlünk. Egyben kérünk benneteket, hogy szerzeteseinket, akik a ti fiaitok és leányaitok, vér szerint és itt szerint való testvéreitek, és akiknek a működése oly sok kedves emléket és hálás érzelmet kell szívetekben, imádságotokkal kísérjétek, és nehéz helyzetükben támogassátok. Felhasználjuk ezt az alkalmat arra is, hogy itt köszönjük meg nektek azt a megható szeretetet és sok segítséget, amelyet szerzeteseinknek megpróbáltatásunkban nyújthatok. Legyen ezért hálás köszönet Isten fizessen minden jó téteményért. Hisszük, hogy a szerzetesek is meg fogják azt hálalni, mert új helyzetükben is híven és önfeláldozóan szolgálják Isten, hazát és a magát.